Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyen megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményeivel foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Hosszabbítás után verték a Hódmezővásárhelyt a Kék Cápák. Vári góljával 1-0-ra nyert a Szolnok ellen a kisvárdai futballcsapat. A 16 és a 18 éves rögbisek is legyőzték Kárpátalja válogatottját. Ismét nyíregyházi csapatban játszik a röplabdázó Veres Péter. A MAFC elleni sikerrel zárta az alapszakaszt a nyíregyházi kosársuli. Hosszabbítás után szerezte meg Zsinórban 8. győzelmét a Nyíregyháza Blue Sharks. A Kék Cápák a rendes játékidőben 85-85-re végeztek a Hódmezővásárhellyel, majd végül 101-96-ra megnyerték a találkozót. Igazi rangadót láthatott a közönség. A védekezés is sajnos nem úgy működött, mint a többi előző mérkőzésen, de nagyon örülök a győzelemnek. Tudtuk, hogy ilyen nehéz mérkőzés, ezt én erősen megtartom ezt a Vásárhelyet jobb csapatnak, mint a Miskolcot. Nyertünk, ez a lényeg. Nagyon jól kezdett a csapat, de hát ugye azonos erőség ellenfeleknél túl sokat nem jelent, ha valamelyik csapat 15 ponttal vezet a mérkőzés, és elén gondolom érezhette is, hogy messze nincs még lefutva a találkozó. Jó volt a védekezés, jól kezdtük, aztán muszáj volt cserélni a csapatot, ugye rotálni, és a padlóba jövő játékosok nem tudtak olyan védekezési úgy találni, ami elvárható lett volna, ezért feljött az ellenfél, talán vérszemet kapott, és utána már regál mérkőzés volt. Váltogattuk a védekezést, annak örülök, hogy végig tudtunk koncentrálni, és erővel végigbírtuk még a hosszabbítást is. Amikor átvette a vezetést a Hódmezővásárhely, nem fordult meg a fejedben, hogy nem tudok esetleg visszakapaszkodni, fordítani? Nem, hiszen sok ilyen mérkőzésünk volt, amikor 10 pont fölött is vissza tudtunk jönni, úgyhogy bíztam a fiúkban és a hazai pályában. Nagykőrös a következő ellenfél, az utolsó az alapszakaszban. Minden bizonnyal meglehetősen motiváltak lesznek, hiszen ugye az itteni találkozó elmaradt, nem utaztak el, aztán volt egy pici feszültsége miatt. Meglehet a 9. győzelem. Azon leszünk, hogy meglegyen, de az sokkal keményebb védekezés kell és jobb játék. Én bízom benne, hogy meg lesz. Nagyon jól kezdte a meccset a Nyíregyháza, kevésbé jó a Hódmezővásárhely, aztán végül egy hosszabbításba torkoló találkozó lesz. Gondolom most meglehetősen csalódott vagy, hogy nem tudtátok megnyerni a mérkőzést. Igen, nagyon csalódott vagyok, mert volt rá lehetőségünk, hogy megnyerjük a mérkőzést. Nagyon benragadtunk az öltözőbe az elején, ott elúszni látszott a mérkőzés, hál' Istennek a fiúk összekapták magukat, tényleg parkettát felszedve küzdöttek, és ebben vissza tudtunk jönni a mérkőzésbe. Mi döntött mégis ilyenkor, ugye egy labdás meccsen nyuanszok dönthetnek, mi döntött mégis szerinted a Nyíregyháza javára? Talán a hazai pálya. Itthon biztosabban bedobták azt a két triplát a hosszabbításba, illetve nekik talán jobban jöttek ki ebből a fajta játékból, vagy játékvezetésből, mert a játékvezetők eléggé engedték a kemény játékot, a sokszor már talán durvaságba menő játékot, nagyon kevésszer fújtak, és talán ebből mi rosszabbul jöttünk ki. Persze mindig a vesztes csapat edzője ezt mondja, ha fordítva lenne, akkor valószínűleg a Siska kollégám mondaná ugyanezt. Így alakult. Ettől függetlenül a Hódmezővásárhely a keleti csoportban a legjobb négy között zárja az alapszakaszt. Ez a minimális célkitűzés? Igen, évelején ez volt a cél, ezt sikerült teljesíteni, de azért szerettünk volna még itt az utolsó két meccsen győztesként elhagyni a pályát, és akkor még esélyünk lett volna a második helyre is. Rangadónak indult a mérkőzés, az is lett belőle, hosszabbítás után győztetek, gondoltad a nagyon jó kezdés után, hiszen talán 19-4 is volt az állás, hogy így ér véget a találkozó? Egész héten így készültünk, hogy nagyon szoros meccset fogunk játszani, hiszen a Hódmezővásárhelynek egy nagyon jó kerete van, és tényleg erre számítottunk, viszont azt sajnálom, hogy az első negyedet azt ennyire elengedtük, mert igazából saját magunknak nehezítettük meg a mérkőzést. Ez volt Zsinórban a 8. győzelem, meg lesz-e a 9. alapszakasz záró fordulójában nagykőrösre utaztok? Mindenféleképpen erre utazunk, ugyebár. Ettől függetlenül nagyon komolyan fogunk készülni, hogy a nagykőrösre utazunk. Komolyan vesszük őket, és mindent beleadunk majd. Harmadik tavaszi hazai meccsét is megnyerte a kisvárdai futballcsapat. Révész Attila együttese a 22. fordulóból elhalasztott mérkőzésen 1-0-ra győzött a Szolnok ellen. Nagyon megnehezítették a dolgunkat, nem véletlenül veretlenek ők még tavasztal, nem véletlenül verték meg az élcsapatokat, illetve játszottak velük X-et. Ezen a pályán nagyon nehéz túljátszani az ilyen sűrű védekezést.
a fölpassz, visszapassz után rendre hibáznak a játékosok, mert a sípcsontra pattan, térdre pattan, nem tudjuk direkt bejátszani a tovább a szélekre a labdát, és hát ilyenkor a pontugásoknak nagyon nagy jelentősége van, a mai mérkőzésen is ezzel nyertünk, viszont ahhoz el kell jutni odáig, hogy olyan szögekből rúgjuk a pontugásokat a szélekről a kapu felé, amely nagyon nagy veszély. Az ellenfélnek is van pontugása, de azért nem ilyen pozíciókban, hanem mi már a középpályán megpróbáljuk őket blokkolni, és azért onnan a fölüvelt labdát a védők sokkal könnyebben tudják szemből hatástalanítani, mint az oldalról kapu irányába csavartakat. Ezért én úgy gondolom, hogy a megérdemelt siker mellé, hogy ebben is fejlődtünk a pontugásokban, mert tavasszal már a harmadik ilyen gólunk, sőt, hát azért mérkőzést befolyásoló gólról beszéltünk, illetve, hogy sokat teszünk a sikerért a támadó akcióknak a számát tekintve. Én úgy statisztika alapján is mi vagyunk a leginkább kezdeményezőek a B2-es bajnokságban, és az ellenfél tér felén is rengeteg labdát szerzünk, ez nagyon elfárasztja a játékosokat, és bizony a második fél időre van olyan, hogy a támadókat már cserélni kell, mert ebbe a lefel rohanásba azért bizony bele lehet fáradni, és talán emiatt is van több olyan döntés a kapu előtt, amelyből nem születik gól, gondolok itt most a Bacsa Patikére, ha bár ő most, ahogy bementünk, mondta, hogy nagyon csúnyán fölpattant a sípcsontjára a labda, és a Cseri Tominak is, mert belefáradnak a mezőmunkába, de hát ezért dolgozunk, hogy fejlődjenek, és a későbbiek során remélem, hogy a jobb állapotuk miatt ezeket a helyzeteket gólra fogják váltani. Viszont azt gondolom, örömmel tölt el egy szakvezetőt, hogy a csapat végig fegyelmezetten tudott játszani, már nem az első mérkőzés, amelyet vezetés után nagyon tudatos célfutballal hoz le. Ez nagyon fontos. Tavaly nem volt ránk jellemző. A csapatnak a szellemisége gyökeresen megváltozott. Most már mennek, küzdenek egymásért, és ilyenkor megvan a siker. Korábban inkább jellemezte a társaságot az egyénieskedés, és sikerült megérteniük, hogy így nem lesz csapatsiker, és az ő ázsiájuk is sokkal kisebb lesz. Az utóbbi időben ezek az 1-0-ák azért jönnek, illetve azért tudunk lehozni gól nélkül meccseket, mert roppant fegyelmezett a társaság. És ez a védekezés nem csak a védők érdeme, hanem már az első sorban most is a Gosztonyi végig zavart a center pozícióba, megnehezítette a labdakihozatalt, nem is nagyon tudnak felépíteni ellenünk támadást, olyan intenzíven védekezünk, és most is megvan, hál' Istennek a fegyverünk, megvan az a játékos, aki ha kell, beáll harmadik védőbe. Én azt gondolom, hogy ebben az NB2-ben eleve nehéz gólt szerezni, és ha már azt megszereztük, az ilyen rossz pályán kötelességünk megtartani. És azért választjuk ezt a harcmódot időnként. A mezőnyben egyenlagú partnere volt a Szolnok a Kisváron, a komoly helyzetet azonban nem nagyon tudhatok kialakítani, így pont nélkül távoztok, mennyire vagy csalódott emiatt? Összességében azt mondhatom, hogy büszke vagyok a csapatomra, mert úgy gondolom, hogy egy nagyon jó csapat otthonában szenvedtünk vereséget, bár hozzáteszem, hogy a mérkőzést úgy gondolom, hogy végig tudtuk kontrollálni. A hazai csapatnak se volt úgy gondolom nagyon sok lehetősége. Az elkerülhetetlen, hogy egy ilyen csapat ne alakítson ki helyzeteket, de nekünk is megvolt a második fél időben egy Pantovics fejes, ami úgy érzem, hogy hatalmas lehetőség volt, valamint úgy gondolom, hogy volt egy kétes szituáció, az olasz Dénest két kézzel rántották le. Tovább intett a bíró, és ezt vissza lehet nézni, de úgy gondolom már nagyon nagy jelentősége nincsen. A másik az pedig, hogy amire készültünk, hogy egy elég rossz talajú pályán, valószínű, hogy a pontrugások fognak dönteni. Ebbe belehibáztunk az első fél idő végén, bár hozzáteszem, hogy a pontrugás előtt nekünk kellett volna jönni bedobással, mind a két segítője nekünk ítélte a bedobást, a vezetőbíró felülbírálta. Sajnos ezzel együtt kell tudni élni, de úgy gondolom az eddigi teljesítményünkre nem lehet panasz, és úgy gondolom, hogy nagyon jó teljesít a csapat a tavasz idényben. Egy nagyon harcos, küzdelmes mérkőzésen egy nagyon szervezett ellenfelet sikerült legyőznötök, belülről hogyan élted meg a meccset? Nehéz mérkőzés volt, hiszen a Szolnok nagyon fegyelmezetten és úgymond agresszívan védekezett, ezt tudtuk. Így is készültünk egész héten, így készítettek föl minket, meg aztán az nem megsüvegelendő ez az egészben, hogy megverték ugye a Békés Csabát, akkor a Soroksárt, akkor és a tavaszi tabellán azért ott vannak elől. Szóval nagyon megnehezítették a dolgunkat, de egy pont rúgásból sikerült megnyernünk a mérkőzést. Hosszú idő után szerepeltél kezdőként, ugye ebből a Kisvárda kerete, és vannak hiányzók szinte mindig. Milyen így egy-egy hosszabb kihagyás után ismét pályára lépni, és adott esetben új társak között, nem is új, de kezdőként új társak között játszani?
Mindig próbálok a maximumra törekedni, szóval nem elégszem meg azzal, hogy a kispadon kapok helyet, vagy talán még ott sem. Harcolok, küzdök, aztán ha megkapom a lehetőséget, próbálok vele élni. Békés Csabán úgy érzem, hogy jól ment a játék, segítettem a csapatnak, és mester úgy döntött, hogy erre a mérkőzésre ismét kezdőként nevez. Ezzel a három ponttal ismét léptetek egy picit feljebb a tabellán. Hová futhat ki ez a csapat a bajnokság végre, még azért nagyon sok van hátra? Valóban nagyon sok van hátra. Reméljük, hogy az előttünk lévők is azért fognak botlani, mi pedig az előttünk álló mérkőzésükből a legtöbbet próbáljuk kihozni, minél többet próbálunk nyerni, aztán megpróbálunk odaérni a végén. Kettős hazai sikerrel zárult a Magyarország és Kárpátalja utánpótlási rögbi csapatai közötti találkozó. A 16 évesek együttese 73-0-ra, a 18 éveseké pedig 45-12-re verte határon túlról érkezett ellenfelét. Nem a mérkőzések eredménye a lényeges, hanem elsősorban az, hogy fejlesszük a játékosokat és mindenki tanuljon. A fiúk nagyon sokat tanultak ezeken a meccseken, volt egy-két nagyon szép támadásunk és célunk is. A védekezésünk is nagyon jó volt, nagyon boldog vagyok, hogy így teljesítettek a játékosok. Milyen szinten van a magyar utánpótlás, milyen mélységből lehet meríteni? Egy éve vagyok Magyarországon, most már látom, hogy milyen képességűek a játékosok, milyen lehetőségeink vannak. A 16 évesek csapata nagyon szép jövő előtt áll, bízom abban, hogy szép sikereket érnek el, és általuk jó irányba halad a sportág. Very, very happy with the direction that Hungary rugby is going. Lehet-e tudni, hogy legközelebb hol léptek pályára, srácok? A következő megmérettetés április második felében a szlovákiai Pöstjénben lesz az U18-as Európa-bajnokságon. Ott Moldáviával kezdünk, ha győzünk, akkor Svájc lehet a következő ellenfelünk, de akár a horvátokkal is találkozhatunk a döntőben. Tehát nagyon kemény megmérettetések várnak ránk, ezért is szerveztük ezt a mándoki eseményt. Két mérkőzés játszott a kárpátai válogatott, a magyar U16 és U18-as válogatott, a két vereség lett a vége. Jobbra számítottak? Minden edző arra számít, hogy győz a csapata, de amikor a különböző szintű együttesek játszanak, akkor jóval nehezebb nyerni. Egy nemzeti válogatott ellen játszani nehéz volt, de nagyon örültünk a lehetőségnek. Milyen szinten van Ukrajnában, pontosabban Kárpátalján a rögbi felnőtt szinten és utánpótlás szinten? Kárpátalján a rögbi nagyon fiatal. 3 éve alakult az első csapat. 6 együttes van nálunk, a játékosok zömében 20 év alattiak. Nagyon intenzíven fejlődünk. Minden alkalmat megragadunk, hogy nálunk erősebb együttesektől tanulhassunk. Nagyon sok meccsünk van odahaza, és elfogadjuk a meghívásokat is. Úgyhogy bizakodva tekintünk a jövő elé. Lesz ennek az együttműködésnek folytatása? Már 3. alkalommal vagyunk Magyarországon. Nagyon jó kapcsolatban vagyunk a magyar rögbisekkel, és nagyon örültünk ennek a meghívásnak is. Mándokon már 2-szer léptünk pályára, és voltunk Esztergomban is. Kaptunk újabb meghívásokat, de azt is szeretnénk, hogy a magyar válogatott jöjjön Kárpátaljára játszani. A tárgyalások már folynak ez ügyben, és remélem, mi hamarabb vendégül láthatjuk a magyar csapatot. Nagyon jó harcos meccset játszottak a kárpátai válogatott, főleg a második félidő volt kiegyenlített, ilyenre számítottatok? Nem teljesen ilyenre számítottunk, de ez jött ki. Nagyon ajtottunk, de ez jött. Mit kell tudni a magyar rögbi utánpótlásáról? Utánpótlás korosztályban most nem nagyon vagyunk a toppon, úgymond. Nagyon kevesen vagyunk, de bajnokságok vannak, ugye mindenki harcol, ennyi az igazából. Te honnan érkeztél, és miért pont ezt a sportágat választottad annak idején? Apukám rögbi edző volt, és ugye ezáltal én is ez lettem. Esztergomba kezdtem, és ott is folytatom most per pillanat. Aztán majd eljön lesz. A Kárpát-aljaiak 18 éves játékos annak örült, hogy a második fél időben már felvették a versenyt a vendéglátókkal. A magyar válogatott egy nagyon erős csapat. Dinamikus játékra számítottunk, és bizakodtunk a győzelemben. Nem így sikerült, de nagyon jó meccset játszottunk. Ungvárról érkeztem, nálunk nagyon jó a rögbi, nagyon aktívak vagyunk. Most nem sikerült győznünk, de a második fél időben már jobban játszottunk. Szeretném a csapatomat a legmagasabb szintre juttatni, jó lenne a világbajnokságon tudnék játszani, az álmom pedig az, hogy pályára léphessek az új-zélandi válogatott ellen. A tavalyi Európa-bajnok is elejtő az után most két korosztályos válogatott meccsnek adott otthon Mándok, és talán el lehet mondani, hogy ez a két mérkőzés is nagyon jó reklámja volt a sportágnak.
Természetesen most már úgy tűnik, hogy itt Kelet-Magyarországon, Szabolcsat, már Bereg megyében is kezdik megismerni és megszeretni a rögbit. Úgy tűnik, hogy két településsel meg is egyezünk abban, hogy az iskolájukban két sportszerető településen, Gyulaházán és Mándokon az iskolába is elhozzuk ezt a sportot, hiszen nem kell félni tőle, mindenki azt mondja, hogy jaj, most mi lesz a focival, a kéz... nem, semmi nem lesz, se a kézlabdás, se a focival, nem mindenki focista, nem mindenki kézlabdás, nem mindenki kosaras, nem mindenki vívó, evező, stb. Bármilyen sportot mondhatunk. A rögbi egy olyan sport, ami, ahogy látják, láttátok ti is, hogy nagyon sokféle karaktert igényel. Tehát aki nem jó focistának, aki egy kicsit zömökebb, aki egy kicsit másként gondolkodik a sportról, de csapatember, közösségember, annak való. Úgyhogy azon, hogy jó reklám volt, reméljük, hogy ezt a fehér foltot is föl tudjuk számolni a magyar rögbi térképen, és hamarosan itt is már játszhatják, a gyerekek nem csak nézhetik. Talán egy picit a sporton túlmutató üzenete is volt annak, hogy a magyar válogatott Kárpátalja válogatottjával játszott. Igen, 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 ezt nyugodtan mondhatjuk, és tudatos volt a választás. Nagyon sokat segít, igyekszik segíteni Magyarország a magyar kormány Kárpátalján. Most ők segítettek nekünk, hiszen mindenki csapatunk felkészülésben van. A kezdeti megilletődöttség után az U18-as meccsnek a másik fél idejét meg is nyerte a kárpátaljai válogatott. Úgyhogy nem gyenge játékerőt képviselő csapatról beszéltünk az U18-ban. Gyulaházán remek napokat töltött a válogatott, igazán profi felkészülési körülmények voltak itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, úgyhogy ez kiegészülve a kárpátai csapat játékával tökéletes felkészülést adott a fiataloknak az EB-re. Beszéljünk egy picit a felnőttek, ugye tavaly itt láthattuk Mándokon a magyar válogatott a dánok ellen, a csapat, ami két mérkőzés vár az idén, és ha minden jól megy, akkor talán egy divízióval feljebb tudnak lépni. Így van, ez a cél. Norvégiát fogadjuk Esztergomban, majd Finnországba látogatunk, és ha ez a két meccs megvan, akkor azt jelenti, hogy a másik csoport győztesével játszhatunk a konferenc egybe való kerülésére. Az már tényleg az európai mezőnek az első fele, tehát a legjobb 20-on belülre kerülne a magyar válogatott, ami azért nagyon nagy szó. Amit még szerintem fontos elmondani, hogy egyre több levelet kapok, mint elnök, hogy Ausztráliából például jelentkeznek, Svédországból magyar leszármazottak játékosok, akik nagyon komoly rögbi kultúrában nőttek föl, és most már szeretnének a magyar válogatottban játszani. Tehát eljutottunk oda, hogy átütött a magyar válogatott azt az inger küszöböt, amikor már figyelnek rá a nagyvilágban is. Több mint másfél évtized szünet után szerepel ismét nyíregyházi színekben Veres Péter. A korábban Európa egyik legjobbjának számító 38 éves röplabdázó a hétvégén az NB2-es GLPS-e csapatában játszik majd. A GLPS röplabda szakosztálya nyáron alakult, és az NB2-be indultunk, ami 5 főből áll, és nem túl nagy létszámú mezőny, ezért a lebonyolítási rendszer is elég sajátos. Tornarendszerben van, ami azt jelenti, hogy mindenki játszik mindenkivel, elmegyünk egy helyszínre, és ott 2 meccset szombaton, 2 meccset vasárnap játszunk. Rutinos csapatok ellen játszunk, így az eredmény változó sikerrel sikerült szerepelnünk ezeken a tornákon. Most Nyíregyházán rendezzük a következő fordulót, amelyen a célunk, hogy minden csapatot megverjünk, mert rutinos NB1-es játékosok is rendelkezésünk váltok, akik a idegenbeli mérkőzésekre nem jöttek. Gondolok itt Veres Péterre, Pampuk Csabára, Tolnai Józsira és a Szilágyi Botondra, akik mind fognak játszani ezen a nyíregyházi fordulón. Azt lehet látni, hogy az említett rutinos játékosok mellett fiatalok alkotják a csapatot. Pontosan az a 10 év hiányzik, amíg Nyíregyházán nem volt férfi röplabda, és ez nagyon-nagyon látszik, tehát nincs meg a kontinuitás a két korosztály között. Nagyon sokat segítenek az idősebb játékosok. Én magam részéről ezt elétől fogva mondtam, hogy rájuk feltétlenül szükség van, mert az ő tudásuk, tapasztalatuk, játékintelligenciájuk meghatározó, amit át kell, hogy vegyenek ezek a fiatalok, és mivel nem tudtak eljönni az idegenbeli mérkőzésekre, így változó sikeres szerepeltünk, de a itthoni tornán feltétlen győzelmet várok mind a 4 mérkőzésen.
Említsük meg az ellenfelek nevét, melyik a másik négy csapat a Rendbi 2-ben? Mondanám akkor a mérkőzés sorrendjében, hogy fogunk játszani, tehát szombaton kezdünk először a Székesfehérvár. Itt rutinos öreg játékosok játszanak olyanok, akikkel még én is játszottam, tehát a tapasztalat szól mellettük. A második mérkőzés délután a Győr csapatával játszuk. Vasárnapi fordulók az Zalaegerszeg röplabdásaival kezdjük, ők is idősebb játékosok, és utána a rangadó a minden tornán így volt, hogy a Szegeddel, akik már kétszer megnyerték ezt a bajnokságot, csak nem akartak feljutni. Az idén úgy néz ki, hogy fel akarnak jutni, és több másra is fel akar jutni az NB1-ben. A pályafutása során játszottál a magyar NB1-ben, Spanyolországban, Olaszországban, Oroszországban, Lengyelországban. Most a hétvégén, ha minden igaz, egy új osztályban, a magyar másodosztályban mutatkozol be. A korodtól fogva még játszhatnál nyugodtan bármelyik élvonalbeli bajnokságban, Európában. Miért itt láthattak majd a szurkolók? Az egészségügyi problémáim már nem engedik, hogy tovább játszok profi szinten. Másik szerintem meg minden sportoló karrierét abba hagyni a szülővárosába, szerintem az egy hatalmas élmény. Én úgy gondolom, hogy olyan csapatunk van, hogy a hazai mérkőzéseket meg kellene, hogy nyerjük. Attól függetlenül, hogy az első pár tornán nem úgy sikerült, ahogy elvártuk volna. Mi öreg játékosok nem mentünk régenbe játszani, viszont most nagyon nagy vágy van bennünk, hogy tényleg a régi hazai közönség előtt, aki annak idején, mikor még itthon játszottam, hát már sajnos már nem pár évvel ezelőtt, mert most 17 évről beszélünk. Én nagyon szeretném, hogy ezek a régi szurkolók is kilátogatnának a hétvégén. Tényleg tiszta szívből oda fogjuk tenni magunkat, hogy hát ha a jövőben itt Nyíregyházan röplabda újra elindulna valamilyen úton, és nem magamról gondoltam, hanem az utódokra, a fiatalokra. Picit tekintsünk még vissza azért a közelmúltra. Különösebb hív felhajtás nélkül hagytad abban magas szintű röplabdát. Pontosan mikor? Kiszakadt gerincsérvem van, és az utolsó év alatt már úgy játszottam, hogy gyógyszeres kezelést kaptam folyamatosan. Meccsek előtt injekciókat kaptam, és úgy döntöttem, hogy az egészség az fontosabb, mint akár ilyen profi életmód, vagy pénzről beszélhetünk, akármiről beszélünk. Tehát úgy döntöttem, hogy szerintem itt nekem itt a vége a profi pályafutásomnak, én a cipőmet felhajtottam a szögre. Meglátjuk a jövőben, maradok-e a röplabdában vagy sem. Egyelőre most koncentrálok itt az itteni hétvégi mérkőzésekre, aztán meglátjuk, hogyan tovább. Maradt-e benned valami miatt hiányérzet és a hosszú pályafutásod alatt szerzett címek közül? Melyikre vagy a legbüszkébb? Őszinte leszek, azért nem hiányzik, mert én itt a szülővárosomban megnyertem annak idején itt a magyar bajnoki címet, és akármennyien sok díjat nyertem az elkövetkezendő 17 év alatt, nem lehet összehasonlítani egyiket se azzal. A tabellából még hiányzott volna egy back aranyérem, de azon kívül én úgy gondolom, hogy én egyénileg elértem, amit én magamnak kitűztem annak idején. Egy ilyen hosszú pályafutás után el lehet-e szakadni a sportáktól? Egyelőre megvan vele a kapcsolat, tervezel esetleg később komolyabb kapcsolatot, akár vezetői, akár edzői szinten? Erre majd térünk vissza ősszel. Jelenleg most csak mozogni járok le. Én az elmúlt másfél évben abszolút nem mozogtam, labdát se fogtam. Tehát én úgy gondolom, hogy lehet, hogy olyan sokat játszottam már profi szinten, hogy úgy kicsit kiégett belőlem ez a labda feeling. Viszont most újra megdobbantották a szívemet, megfűztek, hogy jöjjek vissza, és nagyon örülök, hogy elfogadtam, mert tényleg most jöttem rá, hogy életem nagy részét ez töltötte be, és nagyon hiányzik, tényleg nagyon hiányzik. Viszont már érzem, hogy a porcikáimon, hogy most már nem mint sportoló, hanem talán a jövőben valamilyen beosztásban, edző, vezetőség akármiben. Győzelemmel zárta az alapszakasz a nyíregyházi kosársuli Farkasinszky Gyuláni együttese Budapesten a MASZ otthonában nyert 78-61-re. Az első pillanattól kezdve vezetett a csapat, tehát ugye belefélt az is ebbe a mérkőzésbe, hogy a fiatalokat próbáltuk beépíteni a csapatba, tehát voltunk főleg nem egyszer, hogy három idősebbel és két fiatal játékossal, tehát most megnéztük, hogy melyik játékos, melyik poszton fogjuk tudni játszatni. Úgy gondolom, hogy akik lehetőséget kaptak, azok mind jól értek velem, mert szinte mindegyik játékosunk pontot is tudott dobni. Azt, hogy voltak benne hullámvölgyök, és egyszer-egyszer ugye olyan eladott labdák és olyan kihagyott szerek, amik ugye más szituációban nem mindig örülnek az ember, de
úgy gondolom, hogy az előző mérkőzésekhez képest fejlődtünk valamit a fiatalok játékba hozatalával, tehát az az önbizalom hiány, ami hiányzott belőlük, az most talán megvolt. Az igazság, ugye, hogy ez a MAFSZ is ugye szép lassan kezd inkább az idősebb generáció fele hajlani, tehát az, hogy most oda mentünk, keményen agresszívan védekeztünk, ez ellensúlyozta azt, hogy ők beálltak ugye a 2-3 a zónában, amiből igazán ki sem mozdultak, ez a terem egy aránylag kis terem, tehát itt ugye nagyon nehéz volt akár a betörésekből úgy megbontani, hogy ott mindig ott legyenek a tiszta dobóhelyzetek. A kinti dobásaik azok nem úgy ültek, ahogy annak kellett volna, de én úgy gondolom, hogy az egész mérkőzésen maga biztosan vezettünk, tehát egy percig nem fordult az veszélyben, hogy mi ezt a mérkőzést elveszítjük, inkább az volt csak a kérdés, hogy mekkora lesz a végén a különbség. Az utolsó fordulóban szabadnapos a csapat, és hát a bajnokság az alapszakasz végére fog lecsúszni az első helyről, mivel ti már nem szerezhettek győzelmet a mögöttettek levő két csapat, a Vasas és a Szeged egymásra játszik, valamelyik nyerni fog. Van-e emiatt benne csalódás, hogy ezt a második helyet aláírtad volna a bajnokság elején? Nincs bennem csalódás, semmilyen körülmények között. Most az, hogy két olyan perkes mérkőzésünk volt, ahol kikaptunk a Debrecen, ugye, ahol két ponttal kaptunk ki, ami szerintem az elkerülhető lett volna. Most az, hogy hazai pályán mi ezzel a Vasassal egy 4 pontos vereség lett a vége, az ugye nagyon fájó vereség, mert vége a kezünkben volt ez a mérkőzés, de a mérkőzés előtt aláírtam volna még ezt is. Ugye ott azon a mérkőzésen hiányzott a Vivien, tehát sérült volt, és azon a mérkőzésen nem volt a Fekete Dóra se. Tehát azt jelenti, hogy mindenféleképpen ugye a 4 idősebb mellé két fiatalt fontosan kellett úgy forgassunk, hogy jó legyen. És én ezt a második helyet a bajnokság elején lazán aláírtam volna. Tehát azért, amikor megnéztük a játékos áramlyákat, és megnéztük azt, hogy ki milyen játékerővel rendelkezik. Ugye mi azért hiába maradtak meg a rutinos játékosok, és hiába maradtak meg a húzó emberek, azért a cserébe beszállni már igencsak a fiatalokra tudunk számítani. Én azt mondom, hogy ez egy nagyon szép helyezés, ebből még bármi kijöhet, és innentől kezdve azon vagyunk, hogy a lehető legtöbbet hozunk ebből a csapatból. Tavaly a rájátszás követően az üstérmes helyen zárt a csapat, most elcsípettek egy érmet? Nem tudom, tehát ez nagyon nehéz. A Tatabányával fogunk összekerülni 90%-ban megint a 4 közé jutásért. Én azt mondom, hogy pályaelőnyben vagyunk, tehát azért a hazai pályán játszani mindig sokkal jobb és könnyebb. Az tény, hogy kicsérülött a Tatabányának a játékos állománya, tehát fiatalítottak, tehát olyan játékosok kerültek oda, akik az előző években akár A-ban, akár válogatottban szerepeltek. Ugye Pestről azért sokkal könnyebb meríteni, mint nekünk itt vidéken, tehát mi csak a sajátjainkra hagyatkozhatunk. Én ettől függetlenül bízok abban az eredményeket elnézve, hogy meg fogjuk tudni menni ezt a Tatabányát, és amikor már ha a 4 közébe sikerül bekerülni, ott már bármi lehet, tehát ott már soha nem lehet tudni. Éppen más is belekerülhet olyan szituációban, mint hogy éppen akkor sérült, vagy olyan elfoglaltsággal vannak a játékosaik, mint ami nekünk is volt az előzőekben. Nem tudom, tehát én, ha 4-be kerülnék, akkor én már maximálisan elégedett vagyok. Ha véletlenül mégse, akkor se lesz a kétségbe esve. Azt mondom, hogy építjük a jövőt, ahogy az előzőekben is tettük, aztán reménykedünk a következő időszak győzelmeiben. Az zárófordulóban, az alapszakaszban nem lép pályára a nyíregyházi kosárcsuli, így jelenállás szerint a második helyen zárjátok az alapszakasz. Mennyire vagy elégedett ezzel az eredmény az egész éves teljesítmény tükrében? Nyilván elégedett vagyok, mert egy második hely az nem rossz, de azért az év első felében egy vereségünk volt, és most így, hogy a Vasas és a Szeged vereség becsúszott, ez így nyilván nem jó. Sajnálom, hogy a Vasas ellen nem léphettem pályára, és az így egy vereséget hozott, de szerintem ez a második hely sem rossz, és bízom benne, hogy kiharcoljuk a 4-be jutást. Tavaly ezüstérmes volt a csapat a bajnokság végén. Ez a mostani társaság van olyan jó, vagy esetleg jobb, mint a tavalyi együttes? Milyen reményekkel vágtott neki a rájátszásnak? Szerintem van olyan jó, a kicsik kezdenek beérni, nyilván még tapasztalatlanok, nem annyira rutinosak, de talán így az év végére kicsit összeszedik magukat, és még nagyobb bizalmat adhatunk nekik. Szerintem szansos, hogy bejutunk a 4-be, tavaly sikerült, idén is úgy néz ki, hogy a Tatabányát kapjuk, miért ne? Remélem, hogy összejön, és aztán ki tudja, lehet az arany is. Ennyi fért a mai sportszeretbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra!